Már 1985-ben elindult a három kovácsnak a találkozása, és ennek a három kovácsnak a találkozásából fejlődött ki ez a mai Kovács konferencia. Az a három kovács Szekeres Antal volt, Molnár József és Vajda László. Tehát az évről évre folyamatosan nőtt, bővült, és folyamatosan szereztünk magyar ismerősöket. Későbbiekben pedig már kiterjedt a kapcsolat külföldre, Erdélybe, Németországba, Ausztriába, sőt már egészen Japánig. Az első napot mindig a szakmai beszélgetésnek, a szakmai előadásoknak szánjuk. Délután egy kis szórakoztató új gyakorlatot szántam a kovácsoknak, mivel Tokajban vagyunk, ugye mindenkinek feladatul fogom szabni, hogy egy dugóhúzót készítsen, hogyha szeretné megkóstolni a tokai bort. A mai találkozóra a beugró mindenkinek egy zászlótartó volt, majd a kiállítás keretében belül meg lehet tekinteni ezeket a zászlótartókat. Ennek a célja az volt, hogy megismerjék egymásnak a technikai megoldásait, hogy ki hogyan készít el egy azonos feladatot, hiszen két egyformát nem igen fogunk benne találni. Kétfajta kovács van. Van, aki hajlandó átadni a tudását a következő generációnak, és van, aki nem hajlandó. Sajnos ilyen kovácsok is vannak. Most itt köztünk nincsenek, mert azok az emberek el se jönnek erre a helyre. Hogy milyen titkokat lehet átadni? Egy munkának a megszületése mindig az első kalapácsütéstől függ. Hogyha az első kalapácsütés nem jó helyre megy, abból az a munka nem fog megszületni. Tehát ezt kell megtanítani mindig a fiatalokkal, hogy akkor hogy induljon el, ha a kezébe vesz egy anyagot, hogy lehet abban az anyagban lelket lehelni. Hát én 1967-ben találkoztam először a mesterséggel, mint inas, és azóta a sátoros ünnepeket kivéve minden nap foglalkozom a szakmával. Ebben a mesterségben óriási rejtelem van. Hát amikor az ember a tűz közelébe kerül, és a tűz varázsa megüt, és beletesz egy rideg anyagot, egy fémet, és ezt a fémet elkezdi alakítani, és ez a keze alatt úgy hajlik, mintha fagyjúból, vagy gyertyából, vagy egy zsineg lenne. Tehát az egy csodálatos dolog. Amikor már ráérez az ember erre a műveletre, akkor eljut a sikerélményhez, megszereti ezt a szakmát, ez megszereteti magát a vasat. Hát a motivumok azok a század során kialakult stílus világból származó motívumok lehetnek, indák, csigák, bármi, de a mai 21. századnak megfelelő egyenes vonalú motívum kincsvilág sem áll nagyon messze tőlünk. Tehát szinte minden stílus irányzatban szívesen dolgozok. Megemlíteném a fiamat, aki viszont csak a szeszeciót imádja, még mai nap is. Hát ilyen helyre a meghívott kovácsok mindig hozzák magukkal a saját kalapácsukat, egyedi szerszámokat. Azért nem titok, hogy mi lesz itt a munka, tehát ők otthon az ahhoz való szerszámokat összekészítik. Lesz egy közös munkánk, amit holnaptól szeretnénk megcsinálni. Van itt egy az egybe kirajzolva Madonna gyermekével. Holnaptól kezdve egy közös gondolkodásba és egy közös kivitelezésbe gondolkodom. Nem csináltam még ilyet soha, nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy mire fogok jutni ennyi kovácssal, hogy tudom őket közös nevezőre hozni. Én csak kontár vagyok itt a kovácsok között. Nem ez a mesterségem, de mivel Indiában régóta járok, gondoltam, hogy összeszedem, amit ott láttam, és elhozom ide. Alapvetően a vándorkovácsokról beszéltem, mert ez is él Indiában, és mivel a cigányokhoz köthető, ezért előfordulhat, hogy itt nálunk is van ennek fontossága. A magyar és az indiai kovácsok közt az a legfőbb különbség, hogy Indiában úgy kovácsolnak, ahogyan nálunk 1000 évvel ezelőtt. Ezt úgy tudnám megvilágítani, hogy amíg nem volt szék és asztal, addig minden a földön zajlott. Földön ettek, a földön aludtak, és a földön dolgoztak. Indiában ma is így dolgoznak a kovácsok, és akkor a lábukat is használják. Ezek a vándorkovácsok, akikkel én találkoztam, ezek a falusiaknak készítenek szerszámokat. Ásót, kapát, bozótvágót, kést, és javítanak minden ilyet. Hát ez a cél, ez egy nagyon szép kovács munka, dallamos, ilyen szarvak kanyarognak benne, ez a felakasztója. Ez a része sima, itt kell megütni vele a kovakövet. A kovakőnek friss éle kell legyen, különben nem adja a szikrát, a taplót pedig ki kell készíteni, általában húggyal készítik ki, vagy hamuluggal, és akkor könnyen megfogja a parazsat, könnyen megfogja a szikrát. Még egyszer megpróbálom.
ha nagyon ráközelít erre a kis pontra, akkor sikerült a csiholás, ugyanis a szikra belekerült a taplóba, és már parázslik. Az én kovácsság iránt érdeklődésem az abból adódik, hogy 40 éve foglalkozom régi mesterségekkel, és már nem tudok elmenni egy mesterség mellett úgy, főleg 4000 kilométerre innen, hogy ne fényképezzem le, mert úgy érzem, hogy ha hazahozom, akkor segítem azokat, akik még nem jártak ott. Hát a kovácsmesterség az számomra azért vonzó, mert az én mesterségem Gyapjúhoz kapcsolódik, és ott csupa hölgyel vagyok körülvéve, mondjuk 80 ezer hölgyel ismerkedtem meg az elmúlt 40 év alatt, és már lassan azt hittem, hogy nem létezik egy olyan kör, ahol csupa férfi van. Hát most ide jöttem, és észre kellett vegyem, hogy a kovácsok szinte kivétel nélkül mind férfiak, mint valaha. És ez egy nagy erő, és egy reménysugár arra, hogy nem csak nők fognak a népművészettel foglalkozni a jövőben, hanem megmaradnak a férfiak is mellette.